Üdvözlünk mindenkit Székesfehérvárról, a királyok városából! A települést 972-ben Géza fejedelem alapította, majd Szent István királyunk városi rangra emelte. A középkorban Magyarország legvirágzóbb központja. Már az új kőkorszak idejéből találhatóak területén emberi élet nyomai. A rómaiak idejében több fontos kereskedelmi útvonal csomópontja. A történelmi visszatekintés után nézzük, hogy a hazai ralitársadalom mennyire tud megbirkózni a jelenkor tökéletes kis szerkentyűjével. Ez most egy ilyen sprintverseny jelleg. Sprintversenynek tűnik az egy nap miatt, úgy valóban, azonban hosszú nap, nagyon-nagyon mondhatom, hogy picit vontatott. Én örültem volna, nincs bajom az egynapos versenye, sőt, kifejezetten nagy kihívásnak tartom. Én nagyon picit örültem volna, hogyha nem három, hanem négy vagy öt gyorsági szakasz van. Típusú gyorsági szakasz van, így van, ez egy kicsit hiányzik. Azonban ez is egy verseny, ezt írták ki, úgyhogy ezt kell teljesíteni. Én magam vagyok egy kicsit óvatos, lehet, hogy túl sok volt a másfél hónap, vagy tettem magamra egy picit nagyobb nyomást, amit talán nem kellett volna, bár nem érzem, de lehet, hogy tudat alatt ott van, nem tudom megmondani. Úgy lenne szép, hogy 5-ből 5. Három gyorsasági, tehát legyen 4 vagy 5 minimum, nem? Igen, itt igazából a gyorságnak a számával van gond, de a mennyiségével nincs. Igen. Azért 10 gyorságit szaladni egy nap, az jó. Viszont a három gyors miatt szerintem a harmadik körre már eléggé felhordásos lesz. Eléggé felhordás, az ember már tudja, hogy mit csinál, tehát onnantól kezdve egy ilyen tornagyakorlattá válik az egész, tehát a rally egy picit úgy beszürkül. Igen. Azzal együtt, hogy szerintem ott nagyobb a hibázási lehetőség. Pontosan. Is. Úgyhogy... Nézd, igazából össze kell rakni a taktikát, aztán a húz meg, erez meggel lehet itt valamit csinálni. Itt az első körben azért kiderült, hogy kivel tudunk versenyezni és kivel nem fogunk. Azokkal a srácokkal bandázunk, akikkel a hármas kategóriát így felöleljük. Ott jól állunk, úgyhogy felesleges csatákban azért nem akarunk belebonyolódni, nagyjából tudjuk a határainkat. Nagy blamás lenne, hogyha ezeket megint elkezdenék feleslegesen feszeget. Meg lesz az a bajnoki cím az év végén? Igyekszünk, dolgozunk rajta. Így nem megyünk a csatába. Ja, ne, fel, hogy az? Most hogyan tovább? Mert ez egy sprintverseny. Hát igen, úgy néz ki. Úgy néz ki, hogy ez egy sprintverseny. Eljöhetnénk egy két hét múlva, mert ez lesz a sprintnek a pályája is, úgyhogy gyakorlásnak jó lenne. Fele ennyiért? Negyed ennyiért, de hát most ez van, így van, ebbe a bajnokságba indulunk, úgyhogy azt mondják, hogy nekünk kellene itt a sarkunkra állni, és igen, összefogni, és nem csak okoskodni. Igen, nem csak a háttérben, bográsgazás közben, hanem amikor igazán fontos van. Igen, de azért nem is nyilatkozok erre, mert talán mindenki így van, hogy nem konfrontálódik. Mert szeretne versenyezni. Igen. Aztán mindig van valamennyi, a rendezőnek is valamennyi igaza, de valamikor kevés. Megyünk rajta és kész, ez van, tehát ez dobta a gép. Mindig igen. Az erősebb kutya, tudod. Én mondjuk, csak így köztünk szólva, én mondjuk megfordítottam volna ezt a gyorsat. Senki nem olyan. Most teljesen mindenki hallhatja. Tehát most megfordítottad volna? Most mentünk volna a három gyorsat. Ja, kettőt arra, ahol, vagyis ma meg visszafelé, és kész. Egyébként az nem egy butaság, egyben megváltozik a pálya jellege, és két különböző gyorsasági versenyző. Akkor mentünk hat különböző gyorsot. Ez nem lesz egy egyszerű feladat, de majd az új navigátor belehajtja az őrületbe. Ilyen ez, hát majd a végén kiderül, a végelszámolásnál. Osvárd, zsigázzá! Nevezetességek jöhetnek. Nevezetességek? Hát ugye ez ilyen királyi koronázóváros volt. Kettő. István
Engedjük el, három. Három. Osz. Ja igen, az Icarus meg az Orion. Videóton. Vagy videót. Jó, megvan. TV, TV. Szállt az Orion? TV, TV. Jó reggelt. Na, de nézzük ezt a sprint versenyt, mert lássunk tisztán, ez most az. Hát igen. Igen, igen. Pont arról, igen. Jó. Tehát az. Az, igen. Viszont nem könnyű a helyzet, mert tényleg az van, hogy ez a három gyorsaság a nap végére hát izgalmas állapotba fog kerülni, és ugye már tudjátok fejből, mindenki elkezdi bátrabban feszegetni a határokat, viszont a pálya állapota iszonyatosan fog romlani. Igen, igen, vigyázni kell a, hát elsősorban a gumikra, mert azért annak ellenére, hogy látszik, hogy költött rá a rendező, és jó pár helyen betömködték a lukakat, azért még marad bőven. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ma jövőre az is be lesz tömködve, de úgyhogy félretéve ezt a dolgot, nagyon kell figyelni erre, ez nagy meleg miatt is az abroncsokat meg kell óvnunk. Megvigyázni kell arra is, hogy azért ezeket a nagyobb lukakat kerülgessük ki, bármennyire is benne van mondjuk a nyomvonalba. Összességében nekem tetszik, annak ellenére, hogy az első két gyorsot picit most bealudtam, az utolsó már azért egész jót ment. Anti, mennyire kemény kihívás, hogy egy napra van sűrítve ez a fajta megmérettetés, hiszen azért kvázi egy sprintversenyről beszélhetünk, mondhatjuk nyugodtan. Hát igazából kihívásnak nem mondanám olyan nagynak, mert lehet menni ilyen hosszú gyorsakkal 140 km-t máshol is egy nap. Inkább az a baj, hogy vasárnap ez a nap, és nem lehet pihenni. Megcsinálták volna a szombaton is, de hát ez biztos ott fölül máshogy dőlt el. Ennyi. Én azt gondolom, hogy nem rossz ez. Kicsit korán kellett kelni, ez így nehéz az ilyen éjszakai baglyoknak, mint mi. De... mi fajtánknak nehéz korán kelni, jó reggel. Egyébként az autó a helyén van? Az rendben van az autó, most visszatértünk a miskolci formához, tehát na, igazából mi nem vagyunk jók. Úgyhogy ez az első kör, ez egy... Gergő beszélt a rádióban, arra nagyon sok. Ez az első kör egy katasztrofa volt, az első gyorsan. Hát ott mindenki szerintem ott beijesztette magát, mi beestünk egy árokba, nagy nehezen kijöttünk, aztán akkor egy kicsit úgy visszavettünk. Kettes gyors az jól sikerült, de valahogy nem is tudom, nem a helyezésekkel, hanem az időkülönbségekkel van a bajom, tehát valahogy most az elejében. Igen, tehát ezek a kis fiatal Mitsubishi srácok is nagyon mennek. Tehát... Ezek fő, ez egyszerűen így... Hihet. Aztán így csodálkozom, hogy pisfasz, hogy mit mentél, testvérem? Ja, lehet, hogy lassan vissza kell vennünk az éjszakákból egy kicsit, hogy föl tudjuk venni. El kell engedni, el kell engedni. Nem, de egyébként nyilván azt gondolom, hogy van, amikor minden jól összeáll, van, amikor nem. Azért nem adjuk föl, tehát van még nagyon sok vissza, úgyhogy most nyomjuk ezt. Fehérvárról nevezetességei. Hú, ja, pedig van egy pár. Nem egyszerű, ja, hát igen. A Királyi Vár azért igen, az itt van, igen. Egy darabig ugye itt székelt a Gizella, igen, meg a Váltás. Gyerekkoromban voltam is. Van is közünk egyébként, vagy van. Fehérvár? Igen, hát elég komoly, nagy, kék, vagy sárga. Ja, persze a buszgyár. Köszönöm. Hát így van. Akkor ilyen, hogy diszkó is vagy. Nem diszkó. Kalaptartó, Lada, hátul, mi volt ott? És mindig megolvadt. Jaj, na, mi a neve, az az izé, hülye hangszór. Haza, meg fog jönni, videóton, ugye? Ja, persze, hát jó, Kaposvár is van videóton, érted? Tehát azért azt a Kaposvárinak tekintem, tehát ennyi. Jó, mi legyen? A hosszú nyári kihagyás után Hoffer Zsolti egy vadonatúj bódéval rendelkező R2-vel érkezett. Nem mondjuk el, hogy miért, de ő elmondja, mert Veszprémben mit csinált? Táboroltam. Határozottan, nagyon. Egy brutális esés követően a bódét el kellett vinni a még telepbe. Mennyit adtak érte? Egy 30 ezeret. A 30-at tud fénybe. Annyit 40-et. Annyit tud, igen, igen, igen. Hát na, tulajdonképpen nem csak a bódé sérült, hanem minden más, és a motor húzta meg a jobb oldali tükör. Viszont cserében nagyon fontos momentum az, amit egyébként ugye folyamatosan próbálunk meg üzenni mindenkinek. Ezért van itt a kis szánkó, hogy biztonságban ki tudtatok szállni az autóból, még akkor is, ha azért volt egy kis pillanatnyi kihagyás. Mi tulajdonképpen 7-szer csapottunk a talajba, nagyon nagy volt a borulás a ötödik végsebességnél, 7-szer egymás után így van, úgyhogy tényleg megsemmisült minden az autóban, viszont megfogott minket minden, úgyhogy ezért is vagyunk, hogy 6-7 múlva itt vagyunk és tudunk versenyezni, nem sérült meg semmink, mindent úgy használtunk, hogy elő van írva, és tényleg szuperul működtek a dolgok. Ez volt az igazi nagy csattanó? Igen, ez. Én 17 éve versenyzem a slalom szakáktól kezdve mostanáig. Ez volt az első olyan alkalom, amikor egy tényleg olyat estünk, hogy azt, ahogy egyik fotós kollega mondta, az évesésen lehetett volna, ha lebírjuk fotózni. De nem volt ott senki. Igen, ez ideig ez be a retinádba csak maximum. A film folyamatosan megy, amikor csak akarom elbírom indítani.
ami hátrány, hogy most megyek rosszul. Tehát most kellene most jól kéne menni. Most kellene bátrabban nyomkodni ezt a jobb oldali pedált, és akkor lehetne tartani ezt. De azért nem adom fel, én bízom még magamban, hogy tudunk gyorsulni. Simogassuk meg a zsírúj autócskát. Meg is szeretgetjük. A szombathelyi futamon már megtudtuk, hogy Tőzsér Áron jól megy. Jól megyek. Hátsó kerekessel, vajon tudja úgy ezt? Tehát próbálkozunk rendszeresen. Figyelj, ez a trendi szemüveg, ez durva. Ez látod magad benne. Az operatőr is majd benne lesz a dégazban. Na, ugye ott egy C2 R2 volt, de azért lássunk tisztán, hogy már elég régóta üzen a hátsó kerekes bajorral a különböző versenypályák abszolválását. Most ez egy sprint verseny, tehát így Gess Mátéval jó szórakoztok, vagy komolyan veszük? Ha jól érezzük magunkat, hát egy picit fogyatkozott a mezőn, ugye nincs itt a két Nissan, nincs itt ugye Rafi, aki egyébként így ezzel az egyes bevásárló BMW-vel ezzel a jókat szokott menni. Anyuk autójával, amiben azért szekiváltó van, tegyük hozzá. Szekiváltó, meg ilyen nagy tévé van benne, ilyen színes üzékkel. Úgyhogy hát figyelj, egyelőre most jól állunk, egy ilyen 40 másodperccel vagyunk a két VD-be. Az nem rossz. Az első helyen. Hát reméljük, hogy körbe visz minket a technika, ugye ilyenkor szoktunk általában késni az első és a második szerviz között valamikor, úgyhogy hamarosan az okétáblás fotót küldjük a Facebookon az összes rajongónak. Azt gyorsan hozzá kell egyébként tenni, hogy így a versenyzők így hajlamosak így szélnél fikázni mindig a rendezőt, meg a szervezőt, meg az MLS-ek mindenkit. Nyilván nekem is néha megvan a véleményem, sőt én ezt hosszasan szoktam beszélni. Most egy dolgot, hogy a Lakatosék vagy a tisztelt szervező úr, vagy a Csák Berényét, vagy melyik, hogy hívják? Tök mindegy. Szóval, hogy a leghosszabb gyorsaságit, ami nagyon tré állapot volt, nagyon rendbe rakták. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez két napja kinézett, ez ahhoz képest most formautós bája. Akkor végre valaki egy picit, aki dicséri is az egészet. Szerintem egyébként fejlődünk és megyünk jó irányba. Ami nagyon sokat fejlődött, az a média. Köszönöm. Na, megmentett, hogy benne legyen az adásban. A bajorosok között Temesvári Lacinak most nem túlságosan jó a kedve. Miért is? Hát sajnos az első gyorsaságit a feléig sikerült abszolválnunk úgy teljes erőből. Aztán a végére hatodikban maradt a váltónk, és hát kaptunk is, meg jól is mentünk, de a legnagyobbik baj az volt, hogy hiába dolgozik a Miki rajta, hogy ezt mi gyorsan ki tudjuk venni fokozatból. Bocsánat, lezárt Miklós a váltó szakguru. Gearbox.hu. Nem sikerült, úgyhogy, de egyébként nagyon jó kis cucc, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy átmenetileg ezt most így nem folytatjuk. Én utoljára itt, mikor versenyeztem, akkor még csak Murba volt, 2007-ben, és az Ásvaldánnal első osztályba mentünk. Az hátsó kerék meghajtású volt, tehát túl sok tapasztalatot most nem tudsz átültetni ebbe. Nem. De egyébként nagyon jól működik. Ez a három gyorsaság ezért valljuk be, egy picit talán kevés. Igen. Értjük, hogy nem könnyű pályákat találni, de mondjuk egy olyan csel, hogy megfordították volna oda-visszába, lehet, ugye? Hát, az is érdekes lett volna, mert olyan ívre tették volna ki a poros részt, ami visszafele nem jó helyen lenne. Igen. De biztos, hogy nagyon fog romlani most a második körre a minőség a gyorsági szakaszoknak. Meg kell tanulni ezt a pályát külön. Jó, én nagyon jónak érzem. Nagyon sok van benne, a kocsiba is van még sok, vér, még nem tanultam meg igazából, de úgy érzem, hogy amit ki lehet hozni, meg magamból ki lehet hozni, most az ki van hozva. Mi lehet a reális cél az év végére? Meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Ezt a fajta hozzáállás. Na, látod? Ezt szeretem. Úgy látom, ellopták a tévét. Is. Vagy ez egy, mondjuk úgy, hogy egy olyan opció, amivel így készülsz a versenyre? Tehát egy, van egy ilyen. Ugyanaz az oktit veszed föl, ugyanaz az alsógatyát. Évek óta. Nem, évek óta ugyanaz, van is baj. Nem, így szokott lenni egy kis borosta, és most kicsit. Most kicsit túlszalad. Ennyi, igazából nincs ezen mit magyarázni. Milyen a cimboraság? Nagyon jó, és pont erről beszéltünk nagyon sokszor, hogy igazából nagyon jó, hogy egy csapatban megyünk. Helyek közel, ha nem alszok be, mint most az első gyorsan, akkor ilyen 0,8-10, meg egy másodperc. Tehát pariban van a két versenyző, meg a két kocsi. Ami nagyon jó, tehát igazából azt gondolom, hogy mindenképpen jó úgy versenyezni, hogy van egy ilyen ember, ráadásul ő ilyen, amilyen, így meg végképp jó, úgyhogy régi zongorás már első kerékhajtásban, úgyhogy
Pedig ő hátsóssal is verett ez a salakon, és meg Zsigulival 2007-ben itt ment fejére. Hát azt tudnám mondani, igen, tehát, hogy ebben is lehet valamilyen párhuzamot vonni, hogy mind a ketten voltatok hátsósok, meg elsősok. Hát annyi, hogy azért ő régebbi, mint én ebbe a... Na, maradjunk ennyiben. De igen, ügyes, nincs ezzel mit magyarázni, ügyes, nekem meg nem szabad bealudni reggelente. Menni kell, észre kell menni, mindenképp jó, ha pár pontot most szerzünk, ha a Jóci véletlen megnyeri, nagyon fogok neki gratulálni. De van még pár verseny, ahol majd én leszek. Azt látom végre, hogy János Elke megint egy kicsit így főszívta magát. Mindenképpen azért gondolj be. Itt az ideje, tehát most már két nullás után azért letérdeltem, ez a két verseny alatt visszajönni a legelső helyre, ez jó dolog. Tehát valljuk be őszintén, hogy ez azért kellett. De jó lesz szerintem megint. Áki, mindig a gödör mélyéről fölfelé vezet az út. Ez így jó, igaz. De szép. Csak nehéz megélni. Jó, de szép, Kistuki jelen pillanatban negyedik pozícióban a jó R2-vel, de azt kell, hogy mondjuk, hogy az előtte lévő három versenyző hát jóval nagyobb rutinnal és tapasztalattal rendelkezik, ezt elismerjük. Így van. Arról nem beszélve, hogy mindegyik egy jó pilóta, jó sofőr, nincs kockázat, tehát nincs problémánk. Na de, még azért van vissza egy karika, itt most aztán föl lehet szívnunk magunkat, és oda kell pirítani, meg kell mutatni, hogy a kis fiatal, szitja magyar legénység kifújja az öregek orrát, mert mindegyik már egy vén harcos. Így van. Diplomatikusan fogalmazva, és cipőzni kell a jobbóra. Tisztelettel, tisztelet. És tudja, megtanította neki az apja, hogy tisztelet, alázat és köszönet a fentieknek, csak szólok. Így van. Hát igen, most ugye negyedikek vagyunk. Én azt gondolom, hogy mindenképpen előrébb szeretnék lépni. Nagyon, nagyon sok, mert tehát én magam érzem, hogy nagyon sokat hagytunk benne az első körbe. Olyan kanyarok, amik elférnek teligázon, azokat is megfékeztek. Belelébek tettél. Igen, kicsit, hogy nézzük meg, hogy milyen, aztán majd következő körre meg gyorsulunk. Észre megyünk, tehát összetörni nem akarjuk semmiképp. Azt már sikerült, szombaton. Igen, köszönöm. Na, hogy ne felejtsd el! De itt az aszfalton precízen, pontosan, gyorsan hallgatva a navigátorra, ki igen. Lehet fújni, mondom, a nagyok orrát. Igen. De hidd el, hogy ők ugyanígy állnak ehhez a kérdéshez. Maga a kis autó rendben, Fater összerakta. Nagyon jó a kocsi. Az első gyorsan volt egy kis csúszkálásunk, de hát a nézőknek is kell menni. Persze. Tavaly ugye itt másodikak lettünk, ez volt az első Rally 2-es kupám, úgyhogy... Ezt akkor most illene megismételni. Igen, igen, és ez a célunk mindenképpen, hogy a dobogó, de mivel az Agyvalali bácsi az, hát kifújja a mezőny orrá. Ő az Agyvalali bácsi! Igen, még engem is tanított vezetni anno 1970... 68 és 70 körül. Tehát nem egy mai csirke. Idő van, mennünk kell, úgyhogy Oliver csináljad, viszlát! Ridindindin, rendet terem, tettem, Zweitakt forever, 26 horsepower. Trabant 601. Ez a jelszó. Ebben nőttünk föl. Mindent a Trabantnak köszönhetek. Igaz, nem Facebookéknek, hanem Zőcinűnek. De azt gondolom, hogy ha megint visszatér a Trabantos feeling a rally pályákra, akkor abból nagy baj nem lehet. Fehérvár Rallin, Balázs Kornél, Mohácsi egykori navigátor Lacikával, aki megint csak a jobb egybe csücsült, riogatja a nézőket. Even autókázunk, gyorsan elfolyatjuk, vagy húzzuk a handbrake-et? Nem húzzuk, mert ez betapad. És akkor meg van a... Téli gumit kell rárakni hátra, kínait. Az kéne. Most egyelőre még puhatolozunk az autóval. Jaj, ezt most sokkal lefeszne. Tehát ja. Őszintén beszéljünk. Jó, hát igazából autózunk. Ahol elfér. Most kicsit keményre hagytuk a hátulját, hogy ez sikerült húztatni. Okay. Az most így jó volt. Ezt már szeretem, végre szívemnek jó érzés, hogy a gyerekek, maradjon ez így. Jöjjön vissza a régi hátcsoportos világ. A kisember vajon hajt-e? Hát ez az első kör arra jó volt, hogy összeszokjunk egy kicsit, mert én is régültem autóba, és ugye Dezsővel még egy kilométert nem mentünk, de szerintem az első gyorsasági után már lehetett érezni, hogy van egy kis összhang. Na jó, ne túlozzam, jó? Most azért, mert itt van Fater. Értem én, hogy a dobtáros itt van a kezében, és ezt kell, hogy mondjad. Fateron kívül nincs fényezés, tényleg a másik kettő még folytattuk a versenyt. Szerintem teljesen jól alakult, úgyhogy most átmegyünk támadó pozícióba a második körre. Ez egy 1.8-as autó, közel 180 lóerős. Nem feltétlen azt jelenti, hogy gyorsabb, de erősebb és nyomatékosabb. Navigálás szempontjából van-e különbség a két pilóta? Mi az, amit igényel?
Laci többet kér az utolsóban, többet kell írni, neki többet kell. Több információra. Információ éhes? Hát... Figyelj, akinek borászata van, érted, nem csodálkozom rajta. Jobban mint Baksai, többet kér. Többet kell kérni apukám, valamiket tudom, soha lehúzni. Belehúzta saját apját, csodálatos. De mi lehet a reális cél? Behúzni a dobogó legfelső fokát? Hiszen azért most megy egy frontos 205-ös előttetek, de az még fogható. Mondjuk ezeken a pályákon ugye most változni fog a pálya állaga meg minősége, mert rátszalad rajta a mezőny. Észnél kell lenni? Észnél kell lenni, megpróbáljuk behozni az első helyet, abszolút a kategóriába. Laci nagyon jól viszi az autót, ha technikai van, nem lesz gond, szerintem lehetőségünk van rá. Ezen a három gyorsaságon kell most eldönteni azt, hogy kikikvel van, azért ez tényleg inkább ilyen sprint verseny jellegű, nem? Az alapvetően igaz, de azért a táv, az össztáv, a gyorsági össztáv az azért jelentős, tehát 100 km fölött vagyunk még így is. Sprint verseny azért ennyit nem megyünk, valójában egy napba bele van sűrítve. Most ezzel kell megbírkodni, ezzel a feladattal. Hát van ilyen rally is, ezért is osztanak bajnoki pontot. Beszélgettünk arról, hogy a murva után az aszfalt mindig jobb. Igen, ezt tényleg beszéltük. Alapvetően azt gondolom, hogy ezzel az autóval talán aszfalton gyorsabban tudok menni, mint Murván. Nézd, az Eger rally kimaradt, így nem tudtunk aszfalton menni. Miskolc rally van bennünk, mint aszfaltkilométer. Hát abból próbáltunk építkezni, és azt láttam, hogy ott hol voltunk lassúak, hol lehet még egy picit gyorsulni. Hát azt próbáltam itt megcsinálni, hát aztán megyünk. Tehát így fel a kezed, Jani, léces? Így nem mész a csatába. Én nem. Ja, úgy nem. Matis Miskával lazulunk. Megtehetjük. Vagyunk már abban a pozícióban. Igaz, őt is megviseli ez az irgalmatlan hőség, de szereti a sprint versenyeket. Szereti a sprint versenyeket? De bekérdeztél, haver. Mindig betalálok. Na, gumimizéria. Nem kezdeném el mondani inkább, jó? Megint kezded a hisztidet. Dehogy hisztizek. De. Figyelj ide. Gyorsok, oké. Ötös. Az a része is ötös, hogy bekátyúzták, megcsinálták, nem ért? Hallottam. Egy pár kicsi, semmi, nem érdekes. De hogy miért csak három darabban? Vagy háromféle? Vagy még ezzel is kibékülünk? Ezzel is? Nem. Ezzel nem békülünk. Tudtam én, hogy... Érem? Nem hisztizni akarok. Én ugyanannyi nevezési díjat fizetek ki ezért a versenyért. Nem 8-szor akarok ugyanazon a pályán menni. Nem értem, én nem lehetett megfordítani a másik gyorsakat, nem tudtak szerezni. De hát tudjuk. Ez most egy ilyen történet, meg azokon a pályákon kell venni, amin lehetőség van, és most mindenkinek el. Meccsekről meg egy nagy csattanó lesz, azért mentünk mi a 30-on is, ez a rossz hírem. És ez most az 50-edik, sőt a 25-en is mentünk, igen. Hogy járt fölötted az idő, haver? Előtte rajtoltál, bátyám. Ja, tényleg. De tényleg. Tehát, hogy ez nem egy mai történet. És az első évünk volt. Itt nem is az első évünk volt. Mivel lennénk elégedettek? Hát idén ezek a negyedik helyek jutnak nekem, ezek járnak. Jó lenne picit előre. Akkor se haragszom, ha megint negyedik helyen végzünk. Na, de ha netántam, be se kellene csúszni egy harmadik. Na, egy dobogó legyen már meg. Ha legyen, na. Ja, érzitek ezt a higgadságot, ezt a nyugalmat, ami így árad? Tehát egyszerűen sugározza. Tehát mint egy butha. Ez a három gyorsági sprintverseny. Tényleg ennyire megvésőre a pilótákat? Igazából szerintem nincs vele túl sok probléma, hál' Istennek pörög is. Azt hittük, hogy várakozások lesznek, aha, vagy csúszások lesznek, de nincsen. Takra megyünk. Igen, nagyon szuper eddig, ennek kiabáljuk el. Van egy hosszú kör, de eddig tetszik. A Szénporoson mentünk fel, szerintem 200-szor legalább te is, meg én is. Azért milyen a feelingje, hogy egymás után ennyi autónak kell átmennie? Változnak a körülmények? Nagyon? Igazából azt hittem, hogy sokkal jobban el fognak romlani az, aha, utak körönként, meg hogy rajta vagy a másik két mezőny is. Hát igen. És azt kell mondani, hogy meglepően jó a helyzet, bár még mindig vannak olyan tövek, amik megleptek.
A levágások? Ott kéne menni. Hol vannak a nyomok, te úristen? Igen, de mindig van benne, tehát nem, nincs rumlis helyszín szerintem, egész jó. Tisztul. Már mi nagyon kezdjük élvezni. Aha, tehát most már... Most nagyon tetszik, de nagyon sajnáljuk, hogy nem vegyes talajú ez a verseny. Az egy kicsit úgy pikánsabbá tette a dolgot. Az jobb lett volna, de nagyon szeretjük a kassát, mi járunk oda 7-8 éve. Igen, az is jó. Azt is várjuk. Annyi baj van a várakozással, hogy közben öregszünk. A szombathelyi kis mobil acsátszeleste után Lacsak barátom fogta, azt pattintott egy szekvenciális váltót a versenyautójába. Amivel úgy tűnik, hogy meg is barátkozott, hiszen a gyerkőc egyből mutatta, első apa. Hát mondom, fiam, én tudtam, hogy a vér nem válik vízé, úgyhogy azért ennek a hatása, hogy úgy tűnik, hogy érződik ebben az irgalmatlan hőségben is. Igen, nagyon jó az idő. Hát, ezt érezzük mindannyian, nektek az overába, honnan a kutyád? Minden van, szerintem. Jetskizni lehetne szinte bennünk. Hát az autó most igazándiból úgy érzem most állt össze. Úgyhogy lehet versenyezni az autóval. Nagyon sok fejlesztésen esett keresztül egész évben. A váltó az, ami nagyon jó. Frenetikus egyébként egy ilyen szekvences váltó. Megváltozik az autó vezethetősége, megjön az élmény. Igen, igen. Tehát ez egy, épp mondtam is az Áginak, amikor lejöttünk az első gyorsról, meg múlt héten tesztelni voltunk a Spicivel, hogy jó, sokat mentem velem, mert ez már 6 éve nálam volt ez, mint ennesként ez az autó, de ez az autó mégse ugyanaz. Ez megváltozott. Ez egy teljes más autó. Egy váltótól. Hát igazándiból váltó, meg más futóművet kapott, karosszéria, új csövet, egy teljes pés autót lett belőle egy építve. Prototípus, így van. Ezt a Matyival kezdtük el fejleszteni. De megmondom őszintén, az első gyors után be kell látnom, hogy meg kell tisztelnem. Tehát ez nem az a játékszer, hopp, beugrok azt itt most a... Itten meg... Váltod a világot? Nem. Itt tisztelet és alázat köszönteltetek. Hú, nagyon meg kell alázni. Az első 5 kilométerre, hogy beértünk az erdőbe, ott volt egy jó tempós, és rajta ott nekem egy jobb 22-nek volt fölírva, és az ott az a sár, hogy lefolyt még a domboldalról, ráértünk, és ilyen 70-80 méter keresztbe, de úgy, hogy ha szégyen van, végigvisítottam, pedig nem vagyok annyira félős, csak azt látom, hogy hányjuk a földet, hányjuk a fákat. Hú, és megálltam, és mondom, jaj, mondom az Áginak, jaj, mondom, hogy is indul, azt mondja, nyugi, álltunk keresztbe, de semmihez nem értik. Igen. Ez a jó az egészben, tehát igazából a férfiak sose nőnek föl, csak a játékszereik lesznek nagyobbak. Igen. És ezt nyugodtan elmondtam. Meg veszélyesebbek.